egészen gyakorlat és mindennapi dolgokról fog beszélni, hogy hogyan vagyunk mi Debrecenben a mindennapokban. Magyarországon 19 hemofília gondozó központ van, ezen a nagy része különösen Dunántúl, ami az OVSZ-hez csatlakozik. Másrészt a részben kórházak, részben egyetemi központokhoz, így vagyunk mi is itt Debrecenben. Ugyan, ahogy említettem is, Egyesi főorvosnő vezette az OVSZ-ben, gondozta a hemofíliásokat egészen 2009-ig. És hát 2009-ben következett egy változás, amikor főorvosnő nyugdíjba ment, és akkor már létezett itt az egyetemen a hemosztázis tanszék, ami szintén viselte a vérzékeny betegek gondozását vagy ellátását is. És így egy fekvőbeteg ellátóhelyben, csak fekvőbeteg ellátóhelyben, mint ahogy hallottuk, sokan voltak itt annak idején hemofíliásként, fekvőbetegként. Igen, végül is előre léptünk, vagy alakultunk egy ambuláns ellátóhelyé is. Ugyanígy a gyermekklinika a gyermek ellátásban. Hát a kis csapatunk az nem egy nagy csapat, ugye Boda professzor úr vezetésével, kiemelni Marikát, kis Nikolzvári Marikát, itt volt az előbb, most nem látom, ott van, igen, aki rengeteget segít tényleg a hemofíliás betegeknek, vérvételek, faktorbeadás, és hát külön kiemelnék, hogy aki még nem tanulta meg, vagy nem akarta megtanulni a faktorbeadást, akkor amikor ide került az ellátás, azokat is Marika megtanította, és most már profilaxisan vannak azok, nem sok két beteg volt ilyen. A lányok Tóthait és Nagy Brigittők laborasszisztensek, akik mind a vérvételekben, mind faktorbeadásban, és már mutatom is, hogy segítenek. Anikó, Nemes Anikó, mint a faktorokkal foglalkozó gyógyszerész kollega, és hát mi ketten még orvosok Anitával, Álaszlási Anitával, aki sajnos most már csak mint PhD hallgatók kísérjük magát a klinikán, most ő már elment onkológusi pályára lépett, és hát egyre inkább Rázsó Kati kolléganőm, aki most már egyre inkább bekapcsolódik a mindennapokban és a hemofília ellátásban. Hát a gyakorlat az úgy működik, ugye, hogy hemosztázis szakellés van minden nap, ami kiemelt, hogy kifejezetten hemofíliásoknak fenntartott rendelés a csütörtökön egy órától van. Ez azért van, hogy külön választod, mert a hemosztázis szakellésre rengeteg beteg van, és nem veszenek el a vérzékeny betegek a tömegben, amire sajnos van lehetőség. Sürgősségi ellátás az folyamatosan van, tehát ez egy klinika, itt van ugye egy gyerek, mindig bármikor, mindig van probléma, van ide. Érkezhetnek betegek, van faktorkészlet, tehát itt a házon belül is van annyi faktor, amennyi adott esetben adott vérzékenységi ellátásra szükséges. És hát ez hiszem, hogy mégis mindenki tud az én telefonszámomat, tehát hogyha valami baj van, akkor tényleg egy 24 óra, vagy hát 24 óra, mert remélem, majdnem 24 órában, ha nagyon alszom, akkor nem, de azért vigyázzunk. És egy fekvőbeteg háttér az működik. Általában ugye, talán máshol is ugyanez a gyakorlat, hogy általában úgy havonta 5-6 hetente jönnek a betegeknek, egészen gyakorlati oka van, hogy ugye a faktorok arra nem, vagy nagyon jó a faktorellátásunk, ezek rendkívül drága készítmények, és nagyon szoros ellenőrzés alatt állunk. Ez azt jelenti, hogy minden hónapban, így például ma is itt van az OET, bejön, ellenőriz, felméri a faktorszinteket, és minden hónapban rendeljük mi a faktorokat, és attól függően én rendelhetek, amennyit akarok, de az OET annyit fog engedni, amennyit ő a jelenlegi faktorellátottságunk és a felhasználásunk alapján indokoltnak rá. És ezért mindig egy hónapra előre tudunk tervezni, és ezért van ez a havi felírási gyakorlat. Nyilván, ha vérörömbetegek, illetve a ritkább vérzékenységben szenvedők olyan gyakran jönnek, ahogy ezt az ellátásuk indokolttá teszi, és ugye a labor ellenőrzés is egy kicsit ettől függően működik. A laboratóriumi hátterünk egyébként nagyon jó. Van nekünk is egy hemosztázis lab, egy laboratóriumunk, egy kisebb labor, ahogy ez itt is Brigit dolgozik. Alapteszteket meg tudunk itt csinálni, protonmérő, tápítét, tét, vérzésidőt, trombocita agregációs vizsgálatokat. Szükség esetén akár faktort is hiszem, de sokkal lesz, sokkal képzettem, mert sokkal nagyobb gyakorlattal teszik a klinikai kutatóközpontban, vagy a laboratóriumi medicina intézetben, és azért alapvetően a faktor meghatározások azért ott történnek, Bejszki Tanárnéknél, illetve Kapermányát professzor úréknál. És hát ezt tényleg szeretném is megköszönni, hogy amellett, hogy tényleg óriási szakmai tudással és segítséggel vannak, amelyet rendkívül rugalmasnak is. Tehát, hogyha kiderül, hogy van egy műtét, ami most nyáron volt egy szívsebészeti műtét, ahogy
nagy műtét, heparinizálni kell a beteget, és ugyanakkor adni kell belőle a faktort, és az ember se azon se túl nem akarja dozírozni. Tehát ilyen napi háromszor is akár megmérték nekünk a faktorszinteket, hogy megfelelően tudjuk a beteget szusztítani, és ez szerintem óriási dolog, enélkül talán nem is kivitelezhető egy ilyen műtét. És hát itt is az ott, hogy főorvos is mondta, hogy a Willebrand diagnosztika része adott Debrecenben, és hát amit még a ritkavérzékenység genetikája, genetikai vizsgálata is elérhető, ugye a 8-as faktor, 9-es faktor genetiká az Budapesten az UBS-hez kötött, de a ritkább érzékenység genetikájának a nagyon pontos diagnosztikája itt megy tanárnővéknél. Hát ez csak néhány életkép a labor működéséről, és hát hogy különösen tanulmányok keretében, ami a vérvétel, raktorbeadás is történik a laborban, és hát meg adott a fekvőbeteg háttér, általában nem olyan üres, mint ahogy ez a két lány látszik, de szándékosan nem akartunk bemutatni senkit, de hát általában inkább a jelentős túl betegbe áramlás nem feltétlenül hemofiliás, hanem általános betegbe áramlás jellemzés, hát egy lelkes nővércsapatunk van. Hát egészen gyakorlati dolgok, hányan vagyunk. Hemofiliás beteg 33 beteg van, ezek részben 24 ebből, aki súlyos hemofiliás és kínbetegnek van inhibítora. A fiatalkortól az idősebb korosztály képviseltetik magukban. Nekünk bihemofiliás, súlyos bihemofiliás betegünk nincsen, csak enyhe bihemofiliás beteg, és sok illetlen betegünk van 200 körüli számban. Ezeknek a nagy része enyhe, tehát egészen enyhe egyes típusú Willebrand beteg, tehát ritkán jönnek műtétek, mérfoghúzásnál, vagy vérzéseknél jönnek, akiknek valamilyen altípusuk van, azok általánosul és a magvérzékenyek, és őket gyakrabban látjuk. És hát vannak ritka vérzékeny betegeink, a 7-es faktor, ugye ez a legnagyobb, és ez a leggyakoribb ritka vérzékenység, de van 7-es és 10-es faktor kombinált deficienciánk, van egy 13-as faktor hiányos fiatal betegünk, aki idejár rendszeresen faktorkutlása, trombocitopátiás betegeink, és hát valóban a szerzett hemofília, amiről beszélt professzor úr is, Boda professzor úr is, a nagyon izgalmas és nagyon szép terület a vérzékeny betegek ellátásának. Milyen, hogyan történik a kezelés? Most már, ahogy mondtam, mindenki kontrollált otthoni kezelésen van, tehát mindenki magának adja a faktort a súlyos, illetve középsúlyos betegeknél. Profilaxis a jelen pillanat, azt mondom, jelen pillanatban, a tegnap este meg általam végig gondoltak, alapján 20 beteg van, és 3 van on-demand kezelésen, ez változni szokott. Egyébként van, amikor elindul a profilaxis, aztán egy pár hónap múlva már kiderül, hogy mégsem megy az úgy, hanem át visszamegyünk szükség szerinti kezelésre. Azért a beteg nagy része most már azt tudom mondjam, hogy profilaktikus kezelésen van. Vannak rekombináns, illetve plazmaeredetű faktorok is, hát talán még több a plazmaeredetű, mint a rekombináns készítmény. Bár talán, hogyha tanulmányokat is beveszünk, akkor talán most már egy az egy arányban van. A másik dolog, hogy ugye egy része ugye a hemofilia ellátásnak a faktorkódása, amint hallottuk, az tényleg jó Magyarországon, fantasztikus, csak lazák lehetünk, vagy úgymond lazák lehetünk ezzel kapcsolatban, sokkal jobb, mint ezelőtt, 10-20 évvel ezelőtt. A másik dolog az, hogy együtt kell működni társszakmákkal, hiszen számos egyéb probléma van a hemofiliával, meg úgy általában az élettel, a belgyógyászati betegségekkel, és ezért fontos az, hogy megfelelődjön a különböző társszakmákkal az együttműködés. Azért szoktam ezt, vagy ezért vetítem ezt a képet, mert látszik, hogy szerintem a Debreceni Egyetemnek nagyon nagy előnye az, hogy a kis területen vannak egymáshoz közel a klinikák, és így nagyon közeli a kapcsolata a kollégákkal. Tehát nagyon könnyű az, hogyha valaki fekszik az ortopédián, vagy egy Willebrandos beteg a nőgyógyászaton, akkor az ember csak átszalad és megnézi, hogy van a faktor betéve a hűtőben, meg ilyeneket tud ellenőrizni. Tehát szerintem ez nagyon nagy előnye. Ez a közeliség és a megfelelő kollegialitás az egyetemnek. Ami talán megint csak úgy gondolom, hogy előnként lehet magunkkal kapcsolatban kiemelni, hogy egy belgyógyászati intézet
vagyunk, és ugye a hemofiliások is öregszenek, bármilyen szomorú ez a tény, de így ez történik, és mindenféle betegség előjön, ami úgy általában mindenki másnál is elő szokott jönni, vannak társbetegség, cukorbetegség, magas vérlipid szintek, magas vérnyomás, és a hemofiliásoknál, egyébként ez ismert tény, nem csak nálunk van így, sokkal gyakoribb a hipertónia, mint az átlag betegeknél, és általában a fiatalabb életkorban is jelentkezik, és erre azért le kell próbálni figyelni és kezelni, hiszen egy megérzékeny betegnek egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi a vérnyomása, hiszen akár a szövőműnek, a gyerzi szövőményének a lehetőségét is növeli. Tehát próbálunk ezekre odafigyelni, és hát azt is tudni kell, hogy ugye a hemofília hiába vérzékeny az ember, nem véd az ateroszklerózistól, és nem véd az ateroszklerotikus szövőményektől, így például a szívinfarktustól, a vérelzáródástól, és hát figyelni, meg kell próbáljuk követni, figyelni ezeket a betegségeket, és megelőzni, amennyiben lehetséges. A másik terület belgyógyászati szempontból, hogy az, amit említettük, hogy nagyon sok a CD-dús pozitív beteg, mindenki tudja, hogy 92-5 napot nagyon mennyiségben plazmaeredetű készítmény, azoknak a nagy része HCV pozitívá vált, illetve akár HCV-ellenes pozitívá is, tehát aktív vírusbetegsége lett. És azért is hangsúlyozom, hogy viszont nagyon jó kezelhető, erről szó volt, tehát tényleg érdemes mindenkinek, aki még esetleg nem tette, nagyon jó eredmények vannak a HCV terápiában. Nálam Torna István tanárul, aki hát nagyon-nagyon lelkesen és tényleg szintén abszolút szívén viselve a dolgot végzi, és most összeszámoltam tegnap, hogy 17 beteg volt kezelve, C-vírus, vagy hemofíliás, és kifejezetten hemofíliás beteg, és 16 már gyógyult. Egy beteg van, aki még nem gyógyult, de nem azt jelenti, hogy egy második tablettás kezéseképpen ez egy ipertalmas kezelés volt, ami nem volt sikeres, tehát nem jelenti azt, hogy nem lesz a következő terápia sikeres. Tehát mindenkit biztatnék ez ügyben. Az együttműködés a társszakmákkal jól működik, ortopédiai ellátás, tényleg különösen Bazsóth doktor személyében, de nagyon rendes és nagyon lelkes szakember kollega az, aki szükséges esetben segít nekünk a hemofiliás betegek ellátásában. Ugye műtétek is voltak már nálunk, nyilván nem olyan nagy számban, mint Budapesten, és mindenképpen ki szoktuk kérni, hogy a kérdés és egy-egy indikációval orvosolnak a ortopédiai klinikát a véleményét. A fogászati ellátás, a szájsebészeti gondolok megoldott, tehát fokhúzásokat, azok mennek, tudunk segítséget kérni fogász kollégától a státuszfelmérésben. Igazából a konzerváló fogászat, a megőrző, a gondozás, fogászati gondozás az, ami sajnos nálunk is azért még egy kicsit várat magára, és még szeretnék ezt is fogászatúrral megoldani. Szülészetnőgyógyászat nyilván nem a hemofília, hanem inkább a Willebrand betegségben érintett, hiszen nagyon sokszor kerülünk a szülész kollégákkal kapcsolatba, ezért mind műtéteknél, szüléseknél előkészítése, faktorkészítmények biztosításában szerepet játszunk. És hát attól függően, hogy milyen egyéb problémák jönnek elő, mint lehetőség van, itt mint tényleg a klinika területén belül bármitől, igazából bármilyen szakterülettől segítséget kérni. Összességében azt hiszem, hogy Debrecenben nem vagyunk rossz helyzetben, és hát remélem, hogy sikerül majd a továbbiakban is jól együtt dolgozunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!